Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Egy újabb izgalmas részéhez érkezünk, Városrészek titkai című sorozatunkban. Székesfehérvár gyönyörű városrészeit mutatjuk be. Most már, ha visszatekintünk a műsorsorozatra, bizony igen sok városrész bemutatásán túl vagyunk. Ahova most érkezünk, az a része a városnak, amit valamikor úgy hívtak, hogy Székesfehérvár rózsadombja. Ugye sokan tudják, hogy mire gondolok. Bizony az Öreghegyről fogunk beszélgetni, erről a különleges városrészről. Vendégeink és szakértőink a beszélgetésben Váci Márk, a Magyar Városkutató Intézet munkatársa, aki elhozta magával Bobori Zoltánt, a Vörösmarty Társaság elnökét, és ilyenkor mindig azt szoktam kérni, hogy egy kicsit mutasd be vendégünket, Márk. Hát Zolit azért kértem fel arra, hogy az Öreghegyről beszélgessünk tervek szerint két adásban, mert immáron több évtizede öreghegyi lakos, hogyha jól tudom, akkor most már több mint 40 éve. Úgyhogy van tapasztalata arról, hogy ez a városrész hogyan alakult át itt az évtizedek során, a rendszerváltás előtti időkről is, meg a rendszerváltás utáni időkről is, ráadásul területi önkormányzati képviselő is volt ebben a körzetben, tehát igazából a városrész kiépülésében tevékenyen részt vett. Aki Bobori Zoltánt ismeri, és én azt hiszem, hogy Székesfehérvár Bobori Zoltánt ismeri, tudja, hogy ha ő valahol lakós, akkor nem egyszerűen lakós. Tehát azért ott biztos, hogy történnek dolgok. Rá fogunk erre is térni. Nagyon szépen köszönöm neked is, hogy eljöttél. Nagyon szívesen jöttem. Azzal szoktuk kezdeni egy-egy városrész bemutatását, hogy behatároljuk, hogy tulajdonképpen mettől meddig tart az Öreghegy. Az Öreghegy... Majd mindjárt lesz szó arról is, hogy Fehérvárnak a legrégebbi szőlőhegyi területe, és nagyjából ehhez igazodóan lehet a határait is igazából elmondani. Tehát ugye a Budai útnak a páros oldaláról van szó alapvetően, ami aztán a Fiskális útnál bekanyarodik a katolikus templom mellett, az Öreghegyi Közösségi Ház irányába, és aztán a Béla út a másik határ igazából, tehát a városnak a belterületi határa, és a Nagyszombati útnál végződik igazából maga az Öreghegy, tehát minden, ami ezen belül található, az a városrésznek a kultúráját, építészetét gazdagítja. Miért hegy? Hát azért hegy, mert a városnak a legmagasabb pontja, most pont a felvételre készülve megnéztem a pontos adatot, 187 méter, ez itt található, ebben a városrészben, tehát ebből látszik, hogy Fehérvárnak ez mennyire kiemelkedő pontja egyébként. Hát azt lehet látni, hogy azért a város nem dicsekedhet olyan gigászi magasságokkal, de a Verencei hegységnek ez az egyik olyan nyúlványa, ami még a városhoz tartozik, és emiatt ugye egy nagyobb kiemelkedés található itt. Hogyha ilyen magas pontokat nézünk, akkor talán a belvárosnak a legmagasabb pontja, a Székesegyház környéke emelhető még itt ki, ami ugye egy dombra épült tulajdonképpen, és hát ez a kiemelkedés, ez a hegy, a csúcsos hegy igazából, ahol ugye az Aranybulla emlékmű is megtalálható, erről is majd szintén fogunk beszélni. Ha már a nevét elemeztük, ugye a hegy részt elemeztük az imént, az Öreg nekem azért furcsa, mert én úgy tudom, hogy azért az egyik legfiatalabb városrész az Öreghegy. Azért Öreghegynek nevezik, hogy ezáltal is megkülönböztessék a többi szőlőhegyi területtől. Ugye Maroshegyről, Demkóhegyről beszéltünk korábban. Itt alapvetően ez az Öreg megnevezés, ez kifejezetten arra utal, hogy ez a városnak a legrégebbi szőlőhegyi területe, hiszen már a 13. századból vannak írásos nyomok arról, hogy a fehérvári polgárok itt szőlőművelést folytattak, de egyébként már a római korban is, és a honfoglalás idején is volt itt szőlőművelés. Erről ugye különböző legendák is szólnak egyébként. Tehát akkor a szőlő miatt régi, az épületek pedig azért inkább egy kicsit későbbi korban, de majd eljutunk ide is. De hát akkor vágjunk is bele a történetébe. Ezek szerint már tudjuk, hogy 1300-as évektől kezdve szőlők voltak, és akkor a történet egy jó része, jó darabig szőlőről szól. Igen, hát igazából a legkorábbi esemény, amit meg lehet említeni az Öreghegy kapcsán, hogyha nem a szőlőműveléssel kezdjük a történetet, hanem egy kicsit a város történetéhez kanyarodunk vissza, és egyáltalán az országos események felől szemléljük a városrésznek a történetét, akkor az 1222-es évszámot mindenképpen meg kell említeni, ugyanis a hagyomány szerint és a krónikák szerint az itteni csúcsos hegyen hirdette ki II. András király az Aranybulla nevű okmányt, és ugye ennek emlékére került aztán az eredeti Aranybulla emlékmű
1922-ben, tehát a kihirdetés 700. évfordulóján ennek a magas pontnak a tetejére. Nem nagyon merem azt mondani, hogy hegy, mert lehet, hogy az északi középhegységben élő ismerőseim most kapcsolják ki a tévét, de akkor mondjuk, hogy hegy, mert végül is a fehérváriaknak ez is egy hegy. És aztán hát az idők során ugye átalakult ez az emlékmű, majd erről fogunk beszélni, hogy milyen alakváltozatai voltak. Minden és esetre, is. Így van, minden esetre a városrésznek ez az egyik legkorábban datált eseménye. Ahhoz képest, hogy a környezetén szőlő volt, nyilván azért, mert az egyik indok, hogy a legmagasabb egy, de hogy ez a kikiáltás miért ott történt, és milyen körülmények között, erről vannak feljegyzések? Hát ugye, ha azt nézzük, hogy Székesfehérvár volt a koronázó város és a királyi város, az országnak a székesfővárosa, és ennek a városnak a határában, hiszen akkor ez még ugye külterületnek számított, a város legmagasabb pontján került ugye kihirdetésre az ország egyik legfontosabb okmánya, akkor igazából a magyarázat meg is van. Nem is nagyon kell szerintem erről tovább beszélni. Talán akkor beszéljünk a szőlőről. Abban az időben milyen szőlők voltak jellemzőek ezen a területen? Hát ugye említettem, hogy a szőlőművelés az már a római korban elkezdődött. A Szent István Borrendnek a honlapján találtam én a Noé-hegyi legendát, ami ugye arról szól, hogy Marcus Aurelius megérkezik ide Székesfehérvár környékére a légiói élén, és ugye itt egy győztes csatát folytat a különböző népekkel, vandál népekkel is egyebekkel szemben, és hát ugye a nép szava, Isten szava, mondta ugye Táncsics, jóval később, a nép közfelkiáltással úgy dönt, hogy hát akkor az uralkodóról kell ugye ezt a hegyet elnevezni, és azt mondja, hogy nem, szó sem lehet róla. Ugye művelt ember Marcus Aurelius, kereszténységben is egyébként meglehetősen jártas volt, ismerte a bibliai hagyományt, és azt mondta, hogy hát emberek, volt itt egy Noé nevű ember, valamikor az idők homályában élt, aki megmentette nekünk az özönvíz elől a szőlőt. Ugye vannak kis legendás történetek arról, hogy Noé a bárkán hogyan vitte magával a szőlővesszőt, hogyan honosította meg újra a borkultúrát. Vannak erről nagyon jó kis magyar anekdoták is egyébként, és azt mondja, hogy hát akkor Noéról neveztessék el ez a hegy, innen jön egyébként ez az eredet legenda, hogy aztán valójában hogy történt, azt én legalábbis nem tudom. Lehet, hogy Zolinak vannak erről információi. Hát nekem először is hadd tegyem hozzá ahhoz, amit a Márk mondott, vagy amit talán a bevezetőben te is mondtál, hogy néhány évig tényleg úgy emlegették Öreghegyet, hogy a Székesfehérvár rózsadombja, amit én csak részben tudok igazán elfogadni, az kétségtelen, hogy egy rendkívül népszerű lakókörzet lett Öreghegy az elmúlt évtizedek során, de én sokkal szívesebben használtam volna azt, hogy Székesfehérvár az Öreghegy grincingje, ami emlékeztetett volna arra, hogy itt valóban nagyon komoly, több évszázados bortermelés és szőlőművelés folyt, vagy folyik. Egyúttal pedig jelenthetett volna talán ennek a városnak egy alternatívát, városrésznek. Mert mi nagyon jól emlékszünk a 90-es évek időszakára, akkor, amikor Székesfehérváron, hát nagyon jól tudjuk, hogy az országban is, hogy mi minden történt, például Öreghegyen nagyon sokan maradtak munkanélkül. Nagyon sok videóton dolgozó volt, nagy üzemeknek a dolgozói, és nagyon sokan munkanélkül maradtak. És hát akkor megfogalmazódott az emberben az, hogy itt van ez a csodálatos adottságokkal rendelkező gyönyörű városrész. A még létező gyönyörű öreg présházaival, nagyon szép polgári házakkal, öreghegyi hagyományokkal, és ott volt egy nagyon jelentős számú lakosság, majdnem azt mondom, hogy reménytelen helyzetben. És akkor azt szerettem volna, hogyha ezek az emberek egyrészt kreatíven megtalálják azt a lehetőséget Öreghegyen, amit ki kell használni. Ne felejtsük el, hogy ott van a Borivár, a fantasztikus idegenforgalmi jelentőségével, ott van a Bányató, és egyebek. Hát még egyszer, sajnos aztán nem lett belőle Öreghegy grincingje. Annyi mindenképpen
változott, és szerencsére változott, hogy idegenforgalmi szempontból a legfontosabb városrész a belvároson kívül, és ennek én azért örülök, mert én belvárosi gyerekként hát természetesen elfogult vagyok Székesfehérvár belvárosával, mint az egész várossal. Mégis úgy gondoltam, és itt föltétlenül meg kell említenem Horváth Miklós Csaba akkori képviselőtársamat, akivel nagyon-nagyon együtt tudtunk gondolkodni ebben az ügyben, és hát abban reménykedtünk, hogy a szerepéhez, a fekvéséhez, az egész szellemiségéhez méltó városrészt tudunk majd segíteni, ahhoz, hogy segíteni, hogy ez a városrész ilyen legyen. Hát említettem már a Borivárat, tehát az nekünk egy olyan fantasztikus érték idegenforgalmi szempontból, olyan fantasztikus érték, én ott lakom, tehát tudom, hogy micsoda hihetetlen látogatottsága van a Borivárnak. És még Márk bevezetőjéhez egy nagyon-nagyon nagy örömmel szeretnék csatlakozni, mégpedig azért, hogy úgy néz ki most, hogy talán végre az Aranybulla emlékmű a mi tudatunkban megtalálja a méltó helyét. Én sokáig mondogattam azt, hogy hát itt van a magyar alkotmányosság egyetlen emlékműve, és mi tudjuk azt, hogy ott van egy tank, vagy ott volt egy tank, meg azt tudjuk, hogy ott valami van. De hogy mi történt itt ezen a dombon, a Csúcsos hegyen, hogy micsoda fantasztikus történelmi jelentősége van ennek, meg a mi szellemiségünkben milyen fontos szerepet kellene, hogy játszon, az most úgy néz ki, hogy talán ebben van némi szerepünk is öreghegyi képviselőknek, hogy egy kicsit az értékét kezdi visszanyerni az Aranybulla emlékmű. Fogunk még beszélgetni és sok-sok említett épületről is, hiszen vannak archív képek most is, illetve készültek új képek is, kollégáim is hoztak képeket, amelyeket meg fogunk mutatni. De beszéljünk akkor tényleg a szőlőről, térjünk vissza a szőlőre, hiszen az volt a legjelentősebb annak idején szőlőtermelés. Voltak egy kifejezetten ide tartozó őshonos szőlőfajták? Hát én nem vagyok egy nagy borászati szakértő, én igazából fogyasztom a bort, bár inkább sörpárti vagyok, de ezt most tegyük zárójelbe az öreghegy kapcsán. Alapvetően én a szőlőnek, meg a szőlőművelésnek a városrész tekintetében betöltött szerepéről tudok beszélni, meg hát ugye a filoxéráról, ami az egyik legfontosabb esemény volt ebben a történetben. Az nagy fordulatot hozott. Mindenképpen. Fogjuk meg máshogy. Tudunk-e régi szőlőtulajdonosokat? Tehát kiknek a szőlői voltak? Igazából akikről tudunk beszélni, egy nagy halmaz mellett, akiket úgy hívtak, hogy fehérvári polgárok, hiszen ugye mindig is volt egy ilyen réteg a városban. Volt például a mindenkori veszprémi, majd aztán székesfehérvári püspök. Ugye 1777-től beszélhetünk székesfehérvári egyházmegyéről, meg egyáltalán székesfehérvári megyés püspökről. Az 1600-as évek közepén járt itt egy Evlia Cselebi nevű török utazó, aki ugye átutazott igazából az Oszmán Birodalom teljes területén, 1664 és 66 között járt a Magyar Királyságban, a hódoltsági, akkori hódoltsági területeken, és volt például az Öreghegyen is, Székesfehérvárnak az akkori külterületén, a Szőlőhegyen, és ott leírt két tornyot is. Az egyiket azt a Hadzsi Mustafa nevű akkori szandzsákbég építette, és ennek a helyén épült aztán már jóval a Rákóczi szabadságharc után 1774-ben, tehát még a veszprémi püspök idejében a püspöki borház, amit aztán egyébként a jezsuita rend tartott karban, illetve a másik, volt egy másik torony is, annak a helyén szintén egy ilyen megfigyelő torony volt igazából, egy őrtorony, ugye egy helyőrség állomásozott ott. Hát a város egyik legmagasabb pontjáról figyelték ugye a mozgásokat, ott pedig a későbbi Szent Donát kápolna épült fel, szintén egy szőlőhegyi területen. Na most visszatérve a püspöki borházra, ugye ez egy nagyon jelentős épület volt ebben az időben, és aztán későbbiekben óvoda funkciót kapott. Innen nem messze, Milleniumi úton épült fel egy akkori városi tanácsnoknak, tehát a 20. század elején egy akkori városi tanácsnoknak a nyaralója,
hiszen ez mindig is egy nyaraló terület volt, tehát itt számos villa volt megtalálható olyan polgárcsaládoknak, mint például a Karlék, Csitáriék, meg még lehetne sorolni egyébként számosat, Deákék, aztán majd lesz szó az Örökhegyi közösségi házról, ugye a Fanta család, akik részben ugye jogi, részben pedig katonatiszti pályán tevékenykedtek. Tehát ezek nyaralók, villák voltak, ahol nagyon sok időt, több hónapot egyébként kint töltöttek, és már Evlia Cselebi leírja egyébként 1664-ben, hogy a város lakosságának egy jelentős része, ugye már akkor is tiltották a kintlakást, és nagyon sokáig egyébként, még magát az állattartást is, nehogy valaki oda költözködjön ideiglenesen, 3-4 hónapot is kint töltöttek, ilyen nyaralás, meg egyebek céljával, és egyébként még a 20. század első felében is nagyon sokan onnan jártak be például dolgozni, akár a különböző kezdetleges üzemekbe, akár hivatalokba, vagy hogyha mondjuk a nagypolgárokat nézzük, ugye a saját munkahelyeikre, bankba a vezérigazgató, a nyomdába a csitári, a karl a saját üzletébe, meg beszerzőkörutakra, minden egyebekre. Tehát ezek igazából akár azt is mondhatnánk, hogy a fehérvári polgárságnak voltak a nyári szálláshelyei, hiszen ahogy a grófi családoknál, meg báró családoknál is ugye voltak téli, meg nyári paloták, szálláshelyek, úgy a módosabb polgárok is megengedhették maguknak azt, hogy néhány hónapra nyáron kiköltözzenek az Öreghegyre. Talán itt az ideje, hogy megnézzük az első képeket akkor, hiszen archív felvételünk van a Szőlőhegyről is, és akkor itt már a kollégák segítettek is nekünk, tehát az első képeket láthatjuk. Igen, ugye itt, amit láthatunk, az egyrészt egy csoportkép, tehát egy életkép a Szőlőről, hogy hogyan is zajlottak a különböző társasági események. Az egykori Karl villának látható az a tornyos épülete, ami ma postaként működik egyébként, illetve a középső kis képen alul pedig ugye az egykori Szent Donát kápolnának az épületét láthatjuk. Egy gyönyörű szép régi képes lapról beszélünk. Egy pillanatra már felvillant, és most újra itt van az a szobor, ami szerintem sokaknak ismerős, csak nem ott, ahol most ezen a képen látjuk. Igen, én ezt a képet Zolitól kaptam, majd mindjárt ezt meg is kérdezném tőle, hogy hol található ez a szobor egész pontosan. Azt tudom, hogy az eredetije, illetve ami elkészült belőle, ugye Nagy Benedeknek az alkotása, az a Szőlőhegyi területnek a bevezető útjai találkozásában, a Pozsonyi úti körforgalomnál. Ez az, amit ismerünk, de akkor ez nem az eredeti. Gondolom, hogy ez egy minta. Az egy kis plasztika, amit a Nagy Benedektől került hozzám, nagyon jó barátom a Béni, és hát amikor itt szóba került ez a bizonyos körforgalom, ami a Pozsonyi út és a Fiskális út kereszteződése, és oda szerencsére a város egy körforgalmat építetett, akkor én úgy gondoltam, hogy tekintettel arra is, hogy ez tulajdonképpen Öreghegy bejárata, ez a kereszteződés a város felől, hogy oda egy ilyen köztéri szobor ennek a kis plasztikának a nagy emberalakos változata, oda jó lenne, és hát Nagy Benedek ez elmondta, és megkérdeztem tőle, hogy Béni, hát lehetne ebből egy köztéri szobrot, és így ők csinálták meg ilyen hatalmas nagy köztéri szoborá. És hát azt hiszem, hogy ez a legméltóbb helyen van, mert aki városból, vagy akár a Budai út felől, vagy a másik irányból megközelíti Öreghegyet, akkor ott van ez egy jelkép, ez egy gyönyörű jelkép. Az egész hagyományunkat ott őrzi ez a hatalmas és nagyon szép szobor. Ha visszatérünk a képekhez, akkor van képünk az Öreghegyi borházról is, meg tudjuk nézni jelen formájában. Igen, hát a története az 1914-ig vezethető vissza, ekkor határozta a város vezetése, hogy az Öreghegyen egy elemi iskolát épít, akkor még a túrózsáki területre tervezték ezt eredetileg, aztán jött a nagy háború, az iskola építés az el sem kezdődött, de egy évtizeddel később, tehát az elhatározást követően egy évtizeddel, 1924-ben megindult az építkezés ezen a területen, felépült a Mária Völgyi elemi iskola, ami aztán néhány évtizedig működött, és egy idő után átalakult, egy új intézmény került a helyére, ugye az Öreghegynek a szőlőművelő és borászati hagyományait képviselően ugye az Öreghegyi Borház, aminek egyébként egy rendkívül jó
pincészete is van, és hát ez tölti be igazából a kereskedelmi funkciót. Ha még mindig a képeknél maradunk, akkor a Milleniumi útról láthatunk egy archív képet. Szerintem említetted már ezt a nyaralót is, ami hamarosan látható lesz majd a Bórház fotói után. Ugye egykori polgári nyaraló, a Pintér villa. Igen, itt ugye még a volt püspöki bórházról láthattunk egy képet ezen a képeslapon, ebből lett aztán ugye Milleniumi óvoda, nevezzük akkor így. Illetve ez pedig a Milleniumi útnak egy, ha jól emlékszem, 83-as felvétel. Nagyjából azért látjuk, hogy mondjuk az Öreghegy hogy nézett ki ekkoriban, körülbelül 30, sőt most már majdnem 40 évvel ezelőtt. Ugye a Pintér villa az a piactéri egykori sikeres magkereskedőről kapta egyébként a nevét, aki ezt a polgári nyaralót vásárolta meg, és itt alakított ki egyébként egy rendkívül ismert és népszerű borozót, tehát nagyon sokan jártak ide, nem csak a környékből, meg a lakosok közül, hanem turisták is. Ráadásul ez egy nagyon jó helyen fekszik, nem csak az óvoda miatt természetesen, hanem azért is, ugye nevéből következik, hogy a Milleniumi emlékműhöz vezet ez az út, ugye 1972 óta ez az emlékmű itt megtalálható, az úgynevezett három ágú. Erről is fogok beszélni. Gyakorlatilag ez az út oda vezet, tehát a lehető legjobb helyen sikerült ezt a borozót kialakítani. És ha tovább megyünk a városból kifelé, az Öreghegyi részből is kifelé, akkor egyszer csak a Pozsonyi úton találunk egy gyöngyszemet, egy gyönyörű tavat, aminek elképesztő sok legendája van a bányatónak. Magam is nagyon sokat hallottam már, jókat is és nem jókat is, de még mindig van, aki nem tudja, hogy egyáltalán hogy jött ez létre ott, az a tó. Hát az Öreghegynek volt ugye ez egy kőbányája, egy korabeli képes lapon egyébként még látható is eredeti állapotában, tehát még a tó előtti állapotban. Mutatjuk is a igen, képeket. Igen, ugye a képes lapnak is az a felirat, hogy Öreghegyi kőbánya. Itt igazából a belvárosnak a burkolására szánt gránit aplitot bányázták, ezzel borították be ugye a belvárosnak a különböző útjait. Épületek lábazatát, így van, azt, amit mi macskakőként emlegetünk, ugye a belváros kapcsán, az gyakorlatilag ez a burkolat, vagy hát annak az elődje. És aztán történt egy olyan esemény 1917-ben, hogy egyik éjszaka egyszer csak megjelent a víz ebben a bánya gödörben, és szépen fokozatosan feltöltődött. De hát ezt nem úgy kell érteni, hogy ahogy a természet dolgozik, ugye szépen lassan így az évmilliók alatt, hanem nagyon gyorsan lezajlott ez a folyamat, és egyszer csak a bánya helyén egy bányató alakult ki. Már akkor is fürdésre alkalmatlan volt egyébként, meg veszélyes, mert ugye rendkívül nagy mélységekkel rendelkezik, de már a kezdeti időszakban is nagyon fontos kirándulóhely volt, nem csak a fürdőzőknek, hiszen bocsáss meg, hogy megállítanak a legendák. Vezérelnek ebben és engedik meg nekem. Igaz, hogy annyira hirtelen volt, hogy még a bánya felszerelése, csillék és egyebek is ott maradtak a víz alatt? Gyakorlatilag minden ott volt, így van. Tehát tényleg egyik éjszakára víradóra egyszer csak bekövetkezett ez az esemény, hogy megjelent a talajvíz, és feltört gyakorlatilag a bánya vágatokon keresztül. És akkor az emberek jól alkalmazkodtak ehhez, a bányából lett egy sétálóhely, egy kikapcsolódás biztosító terület? Igen, és hát ráadásul ugye azért itt is a kereskedelem megjelent, majd látni fogjuk mindjárt archív fotókon, hogy már a 30-as évek elején, sőt már a 20-as évek végén itt egy vendéglő létesült, ami aztán ugye egy étteremmé nőtte ki magát. Tehát hogyha a borozó jó helyen fekszik mondjuk az emlékműhöz képest, akkor itt is ugye hát egy kedvelt kirándulóhelynek a partján lehet egy nagyon jó kis éttermet kialakítani. Annyiban vitatkoznék Márka, hogy fürdésre alkalmatlannak nevezted ezt. Tehát a belváros nagyon sokan jártak ki oda fürödni a bányatóhoz. Korábban, de még az én időmben is. Mi is ott ugráltunk. Vállalva a kockázatot. Nem, persze mi nem éreztük kockázatosnak. És azt sem tudom, hogy tilos, de mi ott fürödtünk, és arról a hatalmas szikláról ugráltunk. Aztán történt egy tragédia öreghegyi fiatalokkal, és akkor azért úgy nagyjából abba maradt ez. De a belvárosiaknak ez egy nagyon komoly kiránduló hely volt. Néhány fényképfelvétel is őrzi nálam ennek az emlékét.
És hát a friss képeken látszik, hogy azért a természet is bevette, gyönyörű madarak élnek rajta. Láttam néha, hogy horgásznának, de nem tudom, hogy van-e halálománya ennek a tónak valójában. Hát jelentéktelen. Ott fiatalok néha próbálkoznak, az én unokáim is. Nagy, talán törpeharcsát, de mondják nekem, hogy horgászok, hogy ott fogtak már azért komoly halat is. Tehát nem tudom, hogy ez valóban így van, de egy biztos, hogy egy nagyon kedvelt kirándulóhely most is a Bányató. Azt most már ugye tudjuk, hogy hogy alakult ki maga a tó, de hogy került bele egy épület, amiből később rádióállomás lett, azt már kevésbé. Hát ugye ennek az eredeti bányának a még álló sziklái közé épült fel 1938-ban a rádióállomás, ami ugye főként állami célokat szolgált, és aztán az akkori rendszerváltás után, tehát 1945 után, főleg már az 50-es években lett belőle rövidtávú zavaró állomás. Ráadásul, ahogy én az interneten utána olvastam, ez volt az országban a legnagyobb egyébként. Főleg a Szabad Európa, meg a különböző egyéb nyugati adóknak ugye az adásait próbálták ezáltal zavarni. Egyik ismerősöm mesélte, aki most ugyan a Palota városban él, de Dunaui városban gyerekeskedett, hogy azért Dunaui városban már ez a zavaró állomás ez nem fejtette ki az akkori jótékony hatását, úgyhogy ott már lehetett Luxemburgot, meg Szabad Európát hallgatni. De itt is, tehát a dunaújvárosi fiatalok is tudták, hogy ez a zavaró állomás egyébként Fehérváron létezik. Aztán ugye nagyon fontos szerepe volt a későbbiekben is, és hát ugye lett belőle kereskedelmi rádió későbbiekben. Székesfehérvárnak az egyik nagyon fontos rádiója ugye a Vörösmarty mellett, és aztán hát különböző kereskedelmi meg egyéb megfontolások után ennek a történetnek lett egy szomorú vége. Még rádióállomásként működött, még nem volt ott a kereskedelmi rádió, amikor a Szent Jupát hajó vízre szállt, és hát én úgy tudom, hogy ez nem is legenda, hogy onnan sikerült tartani a hajóval a kapcsolatot. Annak idején jól tudom. Igen, valóban így van. Tehát ez is ez a rádióállomáshoz köthető. Nos, én azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy rátérjünk az emlékművekre és a szobrokra, ezekről is vannak képek. Én nagyon örülök, hogy az aranybóláról ennyi archív képet tudtatok hozni, hiszen már beszéltünk a jelentőségéről, de mivel most jönnek majd a képek, kollégáim jó voltából, így egy picit újra fel tudjuk idézni, hogy akkor most hova is vándorolt, hová is változott, hogy is volt mindez. Hát akkor kezdjük onnan, hogy 2022-ben Zoli már utalt rá, aranybulla emlékév lesz Székesfehérváron, ugye Magyarország első írott alkotmánya a kihirdetésének a 800. évfordulója emlékére, viszont 100 évvel korábban, 1922-ben a 700. évfordulóra készült Havranek Lajos, az ifjabb kőfaragó műhelyében, az az emlékmű, amit most ezen a fotón láthatunk, és ami aztán a II. Világháborúban olyannyira megsérült, hogy el is kellett bontani igazából. Hol volt ez az emlékmű, hol volt a helye? Ez a csúcsos hegyen volt, ahol a mostani emlékmű is megtalálható. Gyakorlatilag a hely az fix volt mindig, az adott volt 1922-től kezdve, csak a különböző alkotások változtak ezen a helyen. Most tehát akkor ez volt az első, ez megsérült. 1970-ből láthatjuk ezt a távlati képet, ott már a tank áll a csúcsos hegynek a tetején, ugye csövével a város irányába fordítva. Ami sokáig fenn volt. Így van, ugye hát hivatalosan a város felszabadulásának a 25. évfordulójára állították fel. Egyébként az avatása 1970. március 22-én volt. Ugye március 21-e a Tanácsköztársaság kikiáltásának az évfordulója, másnap sikerült ezt felavatni, tehát nem április 4-én, vagy 13-án, ugye Gergely naptár szerint, hanem még márciusban. És ebben az időben nem volt aranybulla szobor a városban? 70-es években már volt, 72-ben Rétfalvi Sándor készítette azt az emlékművet, ami ma egyébként a csúcsos hegyen áll, és aztán ekkor került a mai Budai úti református templomnak a telkére, és ugye a rendszerváltás után állították fel a csúcsos hegyen, és ekkor kezdődhetett meg egyáltalán a templomnak a tervezése is, és aztán ugye az ezredforduló környékén ez meg is valósult.
és akkor most végre a helyére került az aranybulla. További felvételeink vannak archívképben is, illetve friss képekben is, a millenniumi emlékműről, a három ágúról, ahogy mi itt hívjuk a városban. Igen, ez egy érdekes alkotás. Mindkét nevét meg kell magyarázni, ugye miért millenniumi emlékmű. Hát szerintem az én korosztályom is emlékszik még a 2000-2001-es időszakra, amikor ugye milleniumi időszakot ünnepelt az ország, ugye a Szent Istváni alapításnak, illetve Szent István koronázásának ezredik évfordulóját. Viszont a város alapításának az évfordulója, legalábbis akkoriban úgy tudták, meg most is még nagyjából így gondoljuk, bár ugye régészeti kutatások bizonyítják, hogy valószínűleg jóval korábban történhetett, Géza nagyfejedelemhez köthető, 972-höz. És ugye emiatt 1972-ben óriási ünnepségek voltak Székesfehérváron, színes kiadványok jelentek meg többek között, rendkívül sok archív fotó maradt fönn a városnak az ekkori állapotáról, és ugye a város vezetés elhatározta, hogy ennek az alapításnak az ezredik évfordulójára akkor egy emlékművet kell fölavatni. Ez meg is történt, ugye a milleniumi emlékmű elkészült. Azt láthatjuk, hogy ugye az alsó részében rendkívül sok kis fémből készült portré található. Ezek a város, illetve az ország történetében jelentős szerepet betöltött személyeket ábrázolják. Ez az egyik része az emlékműnek, a másik pedig, ami miatt ugye három ágúnak nevezik, a város és az ország történetének a három fontos korszaka, legalábbis ahogy akkoriban ugye gondolták. Ugye egyrészt a város és az ország alapítása az egyik ág, a tatárjárás utáni újraépítés ugye a másik ág, és ugye a második újraépítésnek nevezték az 1945 utáni időszakot akkoriban, ami egyébként fizikailag is ténylegesen így történt. Tehát a városnak és az országnak a három legfontosabb eseménye összpontosul ebben az emlékműben. Beszéltünk a bányatóról, az aranybulláról, a millenniumi emlékműről, mindezekre azt mondhatjuk, hogy tényleg idegenforgalmi helyek ma már, nagyon sokan, nem csak a székesfehérváriak, hanem városon kívüliek is felkeresik, hogyha Székesfehérvárra látogatnak. Amiről most fogunk beszélni, és hova most megérkezünk, az még inkább, ugye, ha Bori térre érkezünk, és Bori mester szobrával kezdjük akkor a tér bemutatását. Hát a Bori mester szoborról annyit mindenképpen érdemes tudni, hogy egy Svalm László nevű szobrászművész alkotása. Ő volt az egyik tanítványa Bori Jenőnek. Rendkívül sok tanítványa volt egyébként, és az ő tiszteletére készült Svalmnak ez a szobra. Majd a belváros kapcsán fogunk említeni egy másik szobrot, ez a Szent László szobor, ami mellett szerintem jóval többen elmennek nap, mint nap, de a Bori téren álló szobrot is egyébként sokan ismerik, főleg azok, akik a Bori várhoz ellátogatnak. Hadd mondjak valamit a keletkezéséhez. Svalm László egy Európa hírű, kiváló Svájcban élő festőművész és szobrászművész volt, aki már említette, a Bori Jenőnek volt az egyik legkedvesebb tanítványa, és rendkívül nagy szeretettel emlegette a mestert, amikor megjelent itt Székesfehérváron, és a Szent László szobor készítése közben, ami a Bori vár udvarán, pontosabban a Bori várban mintázta a Szent László szobrot, és többször meglátogattam őt, amit ott az agyaggal dolgozott a Szent László szobron, és akkor eszembe jutott, hogy olyan nagy tisztelettel beszélt mindig a Bori Jenőről, és tényleg hálásan emlegette a mesterét. Megkérdeztem tőle, hogy te, Laci, nem csinálnád-e meg a mesterednek a szobrát ide a Bori térre, vagy illetve hát akkor még nem Bori tér volt, és hogy mennyiért. Erre mérgesen azt mondta nekem, hogy mennyit, csak nem gondolod, hogy én pénzért csinálnám a mesternek a szobrát, és neki állt is megcsinálta. És azóta néz olyan büszkén ez a szobor a Bori várra. Azt hiszem, hogy ez is a város egyik legszebb szobrai közé tartozik. És akkor ezért nem Bori Jenő szobor a neve, hanem Bori Mester Bori, igen, valójában. És itt vagyunk a Bori vár tövében, ahol élni csodálatos lehet azért, úgy nem tudom, rálátsz a saját lakóhelyedről a várra? Rá a toronyra, a nemzeti színű lobogóval, igen, és a
az unokáim kedve mindig mondják, hogy nagypapa ott van. Ágoston Bélával volt szerencsém annak idején beszélgetni egyszer, és ő mesélt arról, hogy milyen volt gyerekként a Borivárban. Játszani, felnőni. És mindig nagyfaternak emlegette a nagypapáját, a nagyfater eszméget. Nos, ha még van olyan, aki nem tudja, akkor azt hiszem itt az ideje, hogy elmondjuk, hogy hogy is jött létre a Borivár. Bori Jenő, szobrászművész, festő, költő, építő, nagyon sok mindent lehet róla mondani, hősszerelmes. Talán a Borivár kapcsán ez az egyik legfontosabb kitétel. Igen. Igazából egy emlékművet hozott létre, ugye 1959-ben hunyt el, nagyon hosszú életet élt egyébként, és majdnem 4 évtizeden keresztül dolgozott ezen a váron. Valószínűleg tovább is építette volna, hogyha még az ereje engedi, és egyáltalán még tovább él. De minden esetre ez úgy jött létre, hogy ő vásárolt egy kis telket az Öreghegyen, egy szőlőt igazából, és egy kis présház pince köré elkezdte felépíteni magának meg a családjának a kis házat. Aztán ebből az lett, hogy hát ő nagyon szenvedélyesen szerette egyébként a feleségét, Komócsi Ilonát, meg egyáltalán a gyermekeit is, és az ő tiszteletükre, főleg a feleség tiszteletére, aztán egy olyan emlékművet hozott létre, aminek gyakorlatilag ma is csodájára jár a világ, számtalan Guinness rekordot ugye magáénak mondhat, és hál' Istennek az unokák, illetve a dédunokák generációja ma is nagyon nagy szeretettel és nagy szívvel ápolja. A Borivár Alapítvány, amit ők létrehoztak, az szintén népszerűsíti. A honlapjuk is egyébként rendkívül jó, informatív. Alapvetően tényleg ez egy, hát ugye szokták úgy emlegetni, hogy fehérvári Taj Mahal. Én nem szeretem ezt a megjelölést, mert nem egy síremléknek épült egyrészt, másrészt meg azért mégiscsak egy magyar sajátosság és egy Bori Jenőféle sajátosság ráadásul. Arról nem beszélve, hogy itt azért olyan technikai újítások találhatók meg, amelyek aztán később az építészetében visszatükröződtek, vagy korábbi állapotokban, tehát mondjuk olyan mondjuk betonnal kísérletezett például, ezt beépítette a várba, aztán a későbbi épületein ezek megjelentek. De például a különböző köztéri alkotásain, illetve a különböző épületein ugyanúgy megjelenítette ugye a családját. A Jézus szíve templom kapcsán annak idején említettük, hogy a fiát, illetve a két ikerlányát ugye a tornyokban jelenítette meg. Itt is egyébként ez nyomon követhető. Az, hogy létrehozta például a Hitvesi szeretet kápolnáját, az, hogy a galériát mivel rendezte be, milyen verseket írt és ezeket hova helyezte el ugye a várnak számos pontján, ez mind-mind azt mutatja, hogy ő mennyire szerette a feleségét és a családját, és hogy ezt hogyan akart az utókor felé is megjeleníteni. Egy rendkívül csinos, nagyon szép nő volt a Boriné, de hadd mondjak még néhány gondolatot az Ágoston Béla személyéhez, akinek azt hiszem, hogy hihetetlen érdemei vannak abban, hogy a Borivár most ilyen állapotban van, rendkívül sokat dolgozott. Én magam láttam, amikor szájsebész főorvosként ott talicskázta a maltert, meg hordta a köveket, és hát azt hiszem, hogy nagyon nagy szeretettel kell rágondolni ebben az összefüggésben is, és hát nem véletlen, hogy most a Bori téren ott van az ő emlékdomborműve. Igen, ezt én is tapasztalhattam, amikor megmutatta a Borivárat, hogy ez neki mennyire szívügye volt, igen, és hogy igen, mennyire érezte annak jelentőségét, amit ez az örökség ráhagyott. Igen. És aztán tényleg nagyon jó, hogy ez így van, hiszen a mai napig egy nagyon látogatott, nagyon-nagyon kevés olyan esküvői képsorozat van, amiben nincs egy-egy, ami a Borivárban készült volna. De ha a művészeti értékéről beszélünk, és tényleg nagyon szeretem a Borivárat, úgyhogy senki ne értsen félre, de a művészeti értékét a művészeti szakemberek időnként azért kritizálják. Mert hogy nagyon sokféle és nagyon sok stílus jelenik meg benne. Ugye nem szakemberek is szokták azt mondani, hogy gics, meg csak azért sem fotózkodunk a Borivárban, meg hasonlók. Ha azt nézzük, hogy mondjuk az életműve összesűrítve ott azon az egy helyen megtalálható, tehát a rengeteg köztéri alkotásának ugye a gipsz mintája, másolatai, temetőkbe készült síremlékeknek az eredetije például, aztán a családi sírhelyre készült Krisztus fejnek az eredetije,
festményei, feleségének különböző alkotásai, meg ahogy említettem, hogy a különböző technikai kísérleteit is ugye ő beépítette a várba, akkor úgy gondolom, hogy azért építészetileg is megállja egyébként a helyét. Természetesen vannak képeink, archívképek is, és új vágóképek is a Bori várral kapcsolatban, úgyhogy kollégáink ezeket is megmutatják, hogy azért még képes lapon is szerepel, ami nem véletlen. Így van, itt ugye az egyik jellegzetes nagy tornyot készíti éppen Bori Jenő saját kezüleg. Ami itt Ágoston Béla kapcsán is elhangzott, ugye nagypapai mintát követett igazából. A Bori Jenőről mindig elmondják azt az idősebbek, hogy ő saját kezével építette fel ezt a várat, a saját két kezével. Nyilván mindig volt azért némi segítsége, mert főleg már időskorában nem tudott egyedül dolgozni, de bizony nagyon sok időt eltöltött, nem csak a tervezéssel, de azzal is, hogy a két kezével ezt megépítse. A képek egyébként jellemzően a 70-es, 80-as évekből származnak. A 80-as években készült, és azóta több kiadást megért egy kis füzet, ami a várat, illetve a várnak a történetét mutatja be, meg a családnak a történetét. Szerintem minden székesfehérvári egyébként ismeri ezt a kis kiadványt. Abból is nagyon sok kép megmaradt az utókornak, illetve vágóképeken pedig ugye a várnak a különböző részleteit láthatjuk. A torony, amelyet említettünk, azt láttuk a zászlóval, amit otthonról lesz. És hát ugye a szobrok és egyebek, de minden esetre én nekem akármilyen stílusban is épült a romantikus várat jelzi, a szeretet gyönyörű jelképét, de azért mondjuk el, hogy ehhez a nagy szerelemhez kellett némi fanatizmus is. Így van. Hát hogy ne. Annyit szeretnék hozzátenni a fanyalgókra, most azon nem, azt hiszem, hogy nem érdemes foglalkozni, hogy képzőművészeti vagy építészművészeti szempontból milyen érték ez, ezt nem vagyok hivatott eldönteni, viszont a fanyalgóknak azért hadd mondjam el, hogy az ország egyik legnépszerűbb kirándulóhelye lett turisztikai szempontból a Bori vár és a Bori tér, egyrészt, másrészt pedig azt ne felejtse el senki, hogy Bori Jenő köztéri alkotásaiból tele van a Kárpát-medence. Szemlészebb, elsősorban első világháborús, szemlészebb köztéri alkotások. Ha nem akarunk feltétlenül a romantikára hangsúlyt fektetni, mert valaki nem azért akarja megnézni a Bori várat, vagy nem lehet meggyőzni az életőt ezzel, mert azt mondja, hogy ez őt nem érdekli. Százoszlopos udvar egyrészt, királyszobrok, nagyon fontos, meg az én nagy kedvencem a Damoklész kardja. Tehát igen. Az alatt átsétálni szerintem ez egy akkora élmény, bármikor megy oda az ember a várba, ugye az aktereki cseppkőbarlangban szokták mindig mondani az idegenvezetők, hogy na, most esik le a cseppkő, meg hasonlók. Hát a Damoklész kardja az egyébként egy ilyen, az egy ilyen dolog. Tehát én ajánlom mindenkinek tényleg szeretettel. Azok a kis plakettek, érmek, gyújtó bomba szárnyak, amiket ő beépített az épületnek a különböző falaiba, szerintem tényleg szenzációsak. Egy szobrot jegyeztem meg, amikor készültünk a műsorra. Nekem az egy kicsit meglepő volt, a gólya hátán ül a baba. Ez a Huszár születik című szobor, ez eredetileg a Városi Strandnak a gyermekmedencéje mellé készült, és hogyha már Bori Jenő szobrairól van szó, a Bányató kapcsán nem hangzott el, de akkor említsük meg most a Kelő napsugár című szobrot, amit eredetileg 1923-ban mintázott, és aztán Nagy Benedeknek, a már említett Nagy Benedeknek a műhelyében sikerült ezt újra önteni, és aztán a Bányatónak a partján került felállításra. De azért a szomorú szívvel hadd mondjam el, hogy ezt annak idején a Horváth Miklós Csaba képviselőtársammal nem a tópartra álmodtuk meg, hanem a tó vizére. Az volt az elképzelésünk, hogy a tó vizéből, ott középen kiemelkedik a nap felé fordulva. Szerintem Bori Jenő egyik legszebb alkotása ez a Kelő napsugár aktszobor. De hát anyagiak miatt, és hát a város akkori vezetőinek a szándékával nem tudtuk a vízre tenni ezt a szobrot, ahogy megálmodtuk, hanem a partjára került. A szomorú vége az a történetnek, hogy vandál módon bedöntötték a vízbe, és most a jó Isten tudja, hogy melyik raktárban van ez a gyönyörűséges szobor. Én remélem, hogy előbb-utóbb visszakerül, ha nem oda, akkor valami igazán jó helyre Fehérváron, mert még egyszer mondom, a város egyik legszebb szobra, és az is
számomra nagyon szép emlék, hogy amikor ezt az elképzelést az Ágoston Bélának említettük, hogy le kellene másolni ezt a szobrot, és ez kiváló helye lenne ott a Mária, vagy a Bori, illetve a Bányató partján, hát akkor egyből azonnal beleegyezett, és Nagy Benedekék műhelyébe leöntötték. Hát most pillanatilag ilyen szomorú helyzet van ezzel a szoborral. Sok mindenre készültünk még ebben a műsorban, és most örülök csak igazán, hogy kettőre terveztük az Öreghegy bemutatását, tehát még egy műsorunk lesz ezzel kapcsolatban. A mai műsorban annyi időnk maradt, hogy egy kicsit az oktatás és a kultúra terén nézzük meg Öreghegyet, ami szintén fotókkal is tudjuk illusztrálni, és tudunk ebben segítséget nyújtani azoknak, akik emlékeznek velünk az Öreghegy történetére. Elsőként az egykori fiskálatokat, is úti óvodáról van képünk. Ez az óvoda a 20-as évek elején épült, és aztán évtizedeken keresztül óvodaként működött, majd a rendszerváltás után került civil szervezeti kézbe, és igazából ma is ilyen formában működik. Ez az Öreghegynek igazából egy régi, értékes épülete, azért is gondoltam, hogy hozzuk el ezt ide ebbe a műsorba. És aztán az Öreghegyi Közösségi Ház, ami Fanta Villa. Ugye nagyon sokan ezen a néven ismerik, szerintem most még rengetegen. Igen. Zoli generációjából is, az én szüleim generációjából is. Ez egy hivatalnok, illetve katona családnak volt a magánrezidenciája. Nyaralóként épült, és aztán lett belőle egy állandó lakóépület, egy villaépület. Fanta Károly, egykori ügyész, ügyvédnek a családi hagyatékából került ez ki, akinek egyébként a leszármazottai között volt például huszárezredes is, és aztán ennek a családnak a kezéből került ez államosításra 1950-ben, majd 53-ban kezdett el kialakulni az a kulturális intézmény, ami különböző bővítésekkel együtt aztán ezért az Öreghegyi Közösségi Házzá alakult át. Abból az időszakból, az 50-es és 60-as évekből hoztunk képeket, amikor még egyébként jellemzően Fanta Villaként ismerték ezt az építményt. És azért is örülök nagyon, hogy Zoli a vendégünk, hiszen az Öreghegyi Disputa sorozatban, aminek ugye ő az állandó szervezője, és egyébként ugye a moderátora, meg a fő beszélgető partner, itt ebben az épületben kerül sor. Ráadásul ugye a Vörösmarty Társaságnak a különböző rendezvényei is azért itt zajlanak. Például legutóbb a határon túli magyar irodalomnapjait is ugye itt sikerült megszervezni és megtartani. Számos nagyon jó program van valóban, de most egy kicsit emlékezzünk vissza. Segíts nekem, mert itt is legendák vannak, amiket én ismeretek. Olyan zenekarokról, akik csak ott tartottak klubokat, és van az a korosztály, aki még mindig úgy emlékszik, hogy jaj, azok az esték. Mik hát voltak ezek? Egy-két emléket, ha megosztasz velünk a műsor végén. Kiváló adottságokkal rendelkezik ez az épület, ugyanis nagyon szép parkja van, vagy volt, ahol szabadtéri koncerteket tartottak, és be kell említenem az Öreghegyi Közösségi Házzal kapcsolatban egy nevet, ez a Kolozsvári Kende, aki, hát én nagyon jól emlékszem azokra az évekre, amikor a város kiemelkedően színvonalas jazz rendezvényei ezek Öreghegyen voltak. És hogyha a többi rendezvény, ami akkor volt, hogy egy kicsit háttérbe is szorult, és azóta is kevésbé fontosnak tartjuk, de ezek a rendezvények tényleg nagyon-nagyon értékesek voltak, és a Kende elévülhetetlen érdeme, hogy ezt akkor Öreghegynek. Hozzá kell tennem, hogy nagyon nagy szüksége van Öreghegynek erre az intézményre, mert meglehetősen távol esik a belvárostól, és itt megint csak visszatérnék arra, hogy nagyon jó lenne, jó, mert most már azért megvalósul, hogy ne csak a belvárosban legyenek kulturális rendezvények, hanem egy ilyen városrészben is, mint például Öreghegy. És ezt azért kell folyton hangsúlyozni, mert volt egy időszak, amikor úgy emlékszem rá, hogy tényleg nagyon a belvárosra szorult a város kulturális élete, társadalmi élete, holott azt nagyon jól tudjuk, hogy egy város akkor
működik igazán jól, és akkor képez egységet, hogyha ezek a különböző városrészek, ez egy, tényleg egy ilyen integrált egységet képeznek, azzal, hogy mindegyik jó, hogyha megtartaná az arculatát, a múltjának a hagyományait. Öreghegy, én azt hiszem, hogy kiválóan alkalmas mindezekre, és nagyon jó úton járunk, hiszen azért ne feledkezzünk meg például az öreghegyi mulatságról, ami ilyen értelemben, tehát egy városrésznek a kiemelkedő rendezvényeként az első volt a városban az öreghegyi mulatságok. Most fáj a szívem, de lejárt a műsoridőnk. Ami vigasztal az az, hogy 2 hét múlva folytatjuk az öreghegyel, hiszen nagyon sok mindenről nem tudtunk beszélni. Ha csak a víztoronyra gondolok, vagy tudom, hogy vannak szenzációs életképek a múltból, archív felvételeken, és számos a vallási emlékek, számos dolog, nem beszélve arról a kiadványról, amit Bobori Zoltán készített, ezekről is vannak fotóink. A következő műsorban mindenképpen rátérünk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Váci Márknak és Bobori Zoltánnak, hogy velünk volt a műsorban, és köszönöm szépen a Fehérvár Televízió nézőinek is, ne feledjék, tehát 2 hét múlva újra Városrészek titkai itt a Fehérvár TV-ben. Viszontlátásra!